Deadpool kapcsán jutott eszünkbe a gyerekkel, pont azt beszéltük, hogy azért jók ezek a cosplayek, mert itt az emberek nem csak beöltöznek, hanem karakterbe is kerülnek. Tehát a srác úgy viselkedett, ahogy Deadpool viselkedne. Jó, nem ölt meg mindenkit, de beletrollkodott. Tehát, hogy csomó ember... Ja, igen, ő az, aki mondta, hogy találkozni akar velem, mert ez az utolsó mondokonja. Úgyhogy ez az utolsó mondokonod, azt mondtad, ugye? Üdv ismét, tudomás az ítja. De miért? Magányi dolgok miatt. Ja, igen, és megkérdeztem, hogy gyerek, és akkor kiakadtál, hogy igen, az volt, nem? Nem, nem, te akadtál. Kiakadtam volna? Nem. Nem, mert úgy tűnt, hogy kiakadtál. Magányi dolgok, az nem jó. A magánügyi dolgok, azok mindig problémásak, azok nem, azokat, az nem. Akkor beszéljünk inkább olyanról, ami közügy. Már megint, miért? Na, el például közügy. Na. Ő nagyon fontos küldetés miatt van itt, mert köszönjét értetik, hogy új gazdit keres. Engem megint. Ó, várjál. Zalán, pillanat. Hey! Na, tehát új gazdát keres, és ezt hogy tervezed, itt kisorsolod, vagy kinézed, vagy ő nézi ki? Tudomásom szerint van már egy voksoló, viszont, hogyha nem sikerülne a dolog, akkor még mindig lehet ricitálni rá, ameddig még itt tartózkodom az utolsó mondokomon. Mert ezt a nagyúr is így kívánja. Na, de ugye ez mire adás megy, addig neki már meg lesz az új gazdája. Én úgy képzeltem, hogy valami is, hogy valaki így random a kezébe adod a botot. Már igen, ez így szarul fogalmaztam meg, ezt kivágjuk. Nem kell feltétlenül, nem biztos, hogy így csak úgy odaadom, mert ez bizalmas. Bocsi, dolog. Mennyi sapkája van a csávónak? Ez... Na igen, tehát bizalmas, bocsánat, csak elvitt a sapkát. Semmi. Amúgy látom én is valami cosplay, nem emlékszem a nevére. Na az a lényeg, hogy ezt csak bizalmi alapon merem odaadni az uramat. Ja. Nem bízik meg csak úgy akárkiben. Mert ő a legjobb gondoskodásban részesül. Plusz, ha sikerül a licitálás, külön kedvezménnyel részesül. Megkaphatja deszka párját is. Ó! Oh. Ugyanis összelettek boronálva már egy jó ideje. Ez még az ősrégi fénykorszakomból maradt meg. Viszont hát ő sem kedvelik túlzottan a társaságomat. Ja. Jó van, akkor ennyi. Akkor köszönjük szépen, amúgy bereklámozunk, akkor a csatornáját nézzétek, YouTube-on iratkozzatok, az még megy tovább, ugye? Megy, de nagyon nehezen. Hát döglődik kifejezetten. De miért? Hát, mert kevés időt fektetek rá, meg úgy változtatok is tematikailag. Az pedig annyira nem feszik jól az embereknek. Nekem nincs tematikám, semmi, ezt tudod, ezért van az, hogy nekem 7000 feliratkozó lehetne 70000 is, de ahhoz tematikát kéne, nekem egy jobb a kevés. Lehetséges, csak mellékesen megjegyzem, hogy te azért jobban balaszba tudod hozni azt, hogy mi az, ami a közönségnek is jobban fekszik tematikailag, meg mi az, ami te neked is sokkal jobb. Ezt viszont én nem tudom megtartani, mert én nem úgy videózok, mint ahogyan így az átlag ember videózna úgy általában. Ez az egy probléma van talán. Akkor ne iratkozzatok föl! Akkor szevasz!